Sziasztok, és üdvözlök mindenkit újból a csatornán. Egy olyan dolog következik, amit már elég régóta nem csináltam, úgyhogy lehet, hogy egy kicsit kiestem a gyakorlatból, de most Sims-el fogunk játszani, és nyilván nem a játék az, amit nem csináltam eddig, hanem nem nagyon csináltam gameplay videókat mostanában, úgyhogy meglátjuk, igazából nincsen ilyen előre eltervezett koncepcióm. Egy nagyon minimális háttérsztorit kitaláltam a főhősünknek, úgyhogy ezt mindjárt el is mondom gyorsan, de egyéb ilyen terv, hogy mi fog történni, mi a sztori, ilyesmi nincsen, csak játszani fogunk, aztán meglátjuk, hogy hogy alakul. Úgyhogy bele is vághatunk szerintem. Itt látjátok a fősünket, ő Mallory Berman, és Mallory a San Myshuno-ból költözött Sulanira, ugyanis megunta a nagyvárosi életet, volt egy kevés pénze félrerakva, amiből meg tudta venni ezt a kis házikót. Ez ő egyébként egy alapház, tehát hogyha beköltöztök erre a telekre, most nem emlékszem, ez pontosan melyik telek, de hát így látjátok, ez a kis zöld háztetős házikó. Szóval, ha beköltöztök ebbe a házba, akkor nyilván nem fog ilyen jól kinézni, mint ahogy én megépítettem. Nagyjából az alaprajz ugyanez volt, csak hát egy kicsit testre szabtam, hogy jobban passzoljon az én ízlésemhez. Szóval ezt a házikót meg tudta venni, viszont csak 15 ezer szimoleonja maradt, és most itt a szigeten egyelőre nem tud nagyon elkezdeni dolgozni, ugyanis, hogyha láttátok ezeket a kis üzeneteket, akkor ezek azt jelölik, hogy nem igazán érti meg, amit a többiek mondanak, ugyanis Mallory a tokiszuláni nyelvet, amit az itt lakók beszélnek, nem igazán tudja beszélni, bár mondjuk elég gyorsan tanul, ahogy nézem. Gondolom az alap kifejezéseket így elég gyorsan eltanulja a kis szomszédjainktól, akik átjöttek ugye üdvözölni minket, hoztak is ilyen kávát nekünk, úgyhogy szerintem kóstoljuk meg a kávát, itt valamelyik szomszéd nem fért hozzá, de hát mindegy, akkor ő nem iszik. Szóval így nyelvtudás hiányában, mondjuk mindjárt elérjük a kettes szintet, de nyelvtudás hiányában egyelőre nem nagyon tudunk ismerkedni sem, és hát dolgozni sem, bár egyébként Mallory nem is nagyon akar dolgozni jelenleg. Egyébként látjátok, hogy így, hogy nem tudja, nem beszélnek közös nyelvet, így nem igazán vannak opciók. Tudunk neki ajándékot adni, tudunk fényképeket mutogatni, meg hát tudunk segítséget kérni. Viszont úgy láttam, hogy Makoával vannak opciók, úgyhogy úgy gondolom, hogy Makoa beszéli a szimlis nyelvet is. Szóval a másik indok, hogy Mallory miért nem akar dolgozni, az egyrészt az, hogy kicsit besokalt San Myshuno-ban egy irodánál dolgozott, és elege lett ugye, és szeretne inkább az egészségével foglalkozni, a testi és mentális egészségével egyaránt, és van egy olyan tulajdonsága, hogy free spirit, azaz nem igazán szereti lekötni magát egy munkahelyjel, vagy egy kapcsolattal. Azt is láthatjátok itt például, hogy jobban szereti azt, hogyha nem hagyományos kapcsolatban van valakivel, tehát inkább ilyen barátságextrákkal, vagy hát bármilyen olyan jellegű kapcsolat érdekli inkább, ami nem konkrétan az a kimondott komoly kapcsolat. Mondjuk nem csoda, hogy hogy hívják néni ennyire utál minket, ugyanis már második alkalommal mondott neki Mallory valami fura dolgot, amin ideges lett, és hát gondolom, mivel ő egy idős néni ezért. Ezért kicsit jobban magára veszi ezeket a dolgokat, valószínűleg úgy is gondolja, hogy minek jönnek ide a szigetre idegenek, akik még a nyelvet sem beszélik, maradjon inkább ott, ahol van, viszont közben legalább fejlődött egy szintet a nyelvtudásunk, és hittem volna még egy kis kávát, de elfogyott, úgyhogy megnézzük, hogy tud-e Mallory csinálni. Úgy látom, hogy rossz helyen van ez a kis cuccos, úgyhogy átraktam egy másik pultra, és most el tudja készíteni a kávát. És a szomszédok pedig le is léptek, pedig ihattak volna még ők is egy kis kávát. Na és Mallory megcsinálta ezt a káva szirupot, és megállapította, hogy szeret főzni, miközben csak egy
valami trutyit kevert össze, hát ez mondjuk nem nagy főzés, de oksa. És utána pedig úgy döntött, hogy kiszalad a strandra, ami szerencsére itt van tök közel. Úgyhogy akkor ezek szerint úszkálni megyünk egy kicsit. Délután 4 óra van, úgyhogy pont ideális az úszkáláshoz, és azt szeretném megnézni, hogy van-e ilyen ez a snorkel pont, mert azt is fejleszthetnénk egy picit, ugyanis fogalmam sincs mire jó, hogyha mondjuk ez a snorkel tudásunk, ez magasan van. Arra emlékszem, hogy minthogyha a Sims 3-ban tök jó dolgokat tudtak volna találni, hogyha fejlesztették ezt a skilljüket, viszont úgy látom, hogy itt a fitness skillt fejleszt... Úristen! Mélé elütött minket egy hajóval. Szóval úgy látom, hogy ez a fitness-t fejleszti, és fogalmam sincs, hogy jó ez bármire. Úgyhogy ha esetleg tudjátok, hogy a snorkelezéssel elérünk-e bármit, ami mondjuk ilyen izgalmasabb dolog, akkor írjátok meg, léci. Na, és elég későre járt az idő, úgyhogy Mallory hazajött a strandról. Csinálunk egy jó kis vacsorát, valami gyümölcssalátát fog összedobni hagymából és paradicsomból, meg garnélarágból, még egy kis hagymából, és ebből lesz a gyümölcssaláta. Na és utána, hogyha megvacsorázott, szerintem gyakorolunk egy kis tokisulánit. Ez egyébként természetesen egy mod, hogyha valaki szeretné, szívesen belinkelem, de elárulom, hogy nagyon sokszor inkább idegesítő, mint jó, hogy kinézel valakit a szimednek, és nem tudnak egymással beszélni, de szeretek ettől függetlenül úgy játszani, hogy reális legyen, és megcsinálta a gyümölcssalátát, de nem ette meg. Na mindegy. Úgy gondolta, hogy előbb akkor inkább gyakorol egy picit. Mindjárt, hogyha végzett a nyelvtanulással, akkor megesszük a kis hagymás uborkás gyümölcssalátánkat, és közben nézzük a főző csatornát, hát ha megtanulja Mallory, hogy a gyümölcssaláta az tulajdonképp gyümölcsökből kellene, hogy készüljön. Na hát közben reggel lett, és Mallory már letudta a szükséges reggeli teendőket. Most jógával indítja a napot, utána pedig szerintem el fogunk látogatni egy másik strandra, bár gyorsan ránézek, hogy itt van-e épp valami, mert azt hiszem, hogy itt szokott lenni valami fesztivál, viszont én szeretnék elnézni egy normális strandra, hogyha befejezte ezt a energia összpontosító jóga pószt, vagy micsodát. Ja, és közben kaptam egy értesítést róla, hogy a szavazásnak lassan vége lesz, úgyhogy gyorsan ránézek. Nincs elég pontom. Aha, mondjuk ez a művészetes dolog vezet, ami nem annyira gáz, és a tech supportnak van mellé 2 pontja, az sem olyan gáz. Mindig szoktam szavazni, és általában a szímjeimnek mindig van egy csomó pontja, ugyanis utálom, amikor valami hülyeséget beszavaznak, mint például ezt a sharing is caring dolgot, amikor átjönnek, és ellopkodják a szímek a tárgyaitokat. Hogyha esetleg valaki nem tudná, hogy ez miért van, amikor így megjelennek random szímek a telkeden, és elvisznek ezt-azt, az emiatt az action plan miatt van. Na de, ugye azt mondtam, hogy szeretnék strandra menni, úgyhogy mindjárt ki is nézünk valami jó strandot. Na hát leraktam egy telket, ami így szimpinek tűnt, ez egy ilyen kis fesztivál plac, ahogy nézem. Szerintem ez egy tök jó telek. A Mallory úgy döntött, hogy le is fekszik egy kicsit pihenni. Megvárjuk, amíg esetleg jön valami pultos, és akkor veszünk valami innivalót is. Természetesen itt is beúszunk egy kicsit gyakorolni ezt a snorkelezést. Úristen, mekkora hal. Ez kb. Majdnem akkora, mint a szimünk. Hogy került ide hirtelen ennyi szim? Itt vannak vagy 10. Mondjuk, ha már itt vannak, akkor be is mutatkozunk mindegyiknek, hát ha akad valaki, akivel tudunk kommunikálni. Mondjuk van itt egy-két szim, úgy látszik, mindenki úgy döntött, hogy nyaralni jön, bár egyébként nyár van, szóval nem csoda, hogy mindenki itt lógja, még a télapó is itt van. Télapó a nyári szünetét éppen Sulaniban tölti. Na most már annyian vannak itt, hogy nem tudom eldönteni, hogy kiknek mutatkozzunk be. Jó, bemutatkozunk Bako Youngnak is. Te ki vagy? Hillary Laurent. Ő kicsoda? Olyan ismerősnek tűnik, de
fogalmam sincs, hogy melyik szomszédságban él. És közben Mallory összetalálkozott Lily Fanggel is a strandon, a vízben, aki úgy képzelem, hogy ők egy cégnél dolgoztak, és ha megnézzük egyébként a profiljukat, akkor látjátok, hogy Mallory szerint Lily egy nagyon önálló és mindenre képes személy, viszont Lily azt gondolja Mallory-ról, hogy Mallory kicsit drámai, és túl dramatizál mindent, valószínűleg a kilépésével és a Sulánira költözéssel se értett egyet, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez most itt egy kínos találkozó lehet. Úgyhogy menjünk is ki a vízből, ugyanis szeretnék gyűjtögetni ilyen dolgokat, amiket lehet találni a homokban, mert aztán, nem tudom, ezeket aztán el lehet adni jó pénzért. Legalábbis, hogyha valami olyan dolgot találunk. Ránézek most már itt a preferenciáira. Szeret főzni, úszni, szereti a jacuzzit, nem szeret gyűjtögetni, úgyhogy nem biztos, hogy sokat fogunk gyűjtögetni. Szeret zuhanyozni, és szereti a reggeleket. Nem szereti a sárga színt, és nem szeret utazgatni sem. Hát ő, még szerencse, hogy Sulánira ide költöztünk, és nem csak utazni jöttünk. Itt a néni meg a vizen áll. Na, bemutatkozunk még itt egy-két embernek, ugyanis itt legalább vannak olyanok is, akikkel tudunk beszélni, és úgy gondolom, hogy lassan hazamegyünk majd, és lehet, hogy szervezünk egy kis házi bulit, hogy áthívjuk a újonnan megismert ismerőseinket. Mindjárt meglátjuk, hogy mi. Szóval azt akartam mondani, hogy mindjárt meglátjuk, hogy Mallory-nak mi a kedvenc itala, mert ugye arra nyomtam rá. Jaj, ne. Hupszi. Jó, mindjárt folytatjuk a játékot, és megnézhetjük, ahogy bepisil, de ugye arra nyomtam rá, hogy kérje ki a kedvenc italát, és hát nem tudom, hogy ez valami alkoholos itale, vagy csak ásványvizet iszik, ugyanis nem mindig jelzi ki a játék, hogyha rámegyek. Igen, ez ásványvíz. Tehát Mallory-nak a kedvenc itala a szénsavas ásványvíz, és hát sajnos egy pohár szénsavas ásványvíztől képes volt bepisilni. Na jó, azt hiszem, hogy mivel ez elég kínos, ezért nagyon gyorsan el fogunk húzni erről a strandról, anélkül, hogy bárki meglássa. Hát Clara és Hannah látták csak meg hát ugye Celine, és ott volt még egy harmadik. Jaj, ne, itt vannak egy csomóan. Jaj, mindenki meglátja. Na jó, siessünk. És Björn milyen fejet vág, hogy követi szegényt. És szegény Mallory pedig elég kínosan érzi magát, úgyhogy minden esetre szerintem azok közül, akiket, ja, pisilni már nem kell elmenni, szóval szerintem azok közül, akiket meg akarok hívni most estére bulizni, szerintem senki nem látta, hogy bepisilt, úgyhogy nincs akkora gáz, tehát tulajdonképp csak idegenek látták. Amíg Mallory fürdik, addig gyorsan meg is tervezem. Van egy csomó egyedi ilyen kis eventem, és azon gondolkodom, hogy van-e olyan, hogy káva party, de egyébként azt hiszem, hogy a káva party az alapból benne van a játékban. Káva party. Jó, hát megpróbáljuk a challenges verziót. Természetesen mi vagyunk a hostok, és kiket fogunk meghívni. Jó, hát igazából mindenkit meghívok, akit ismerünk, ugyanis az, hogy ismerjük őket, az azt jelenti, hogy jelenleg mindegyik éppen Sulánin nyaral, és tegyük 8 órára, mert szeretnék még valami kaját is főzni előtte, és kicsit összeszedjük magunkat, meg mondjuk el is kéne mosogatni. Na, el is indítjuk a partit, és ha már parti, akkor kellene vennem egy rádiót. Szóljon valami jó kis zene itt, amíg a szimjeink partiznak. Azt nem tudom, hogy hova tegyem. Mondjuk ide az ablak alá, a tévé és az ablak közé ide be tudnék rakni egyet. Nem tudom, ez a City Living-es nem tetszik. Szerintem most csak egy ilyen a sima rádiót veszünk, bár hogyha a tévé alá rakom, az talán még jobb. Elég furi ez az üres tér itt, de majd valamikor talán ezt is kitöltjük valamivel, és hogyha már itt vagyok a Build By módba, akkor akartam még egy ilyen kis cuccot venni ide is, csak elfelejtettem, úgyhogy most bepótoljuk ezt is, hogy ott a tükör mellett jó lesz.
meg is vagyunk, úgyhogy elindíthatunk valami jó kis sziget zenét, nem? Valaki bekapcsolta a zenét. Mit hallgatunk? Jó, hát nem tudom, ki kapcsolta be a zenét, de valamiért ilyen babaaltató zenét szeretett volna hallgatni az illető. Na, kész lettünk a kajával, úgyhogy szerintem először vacsorázzunk, bár nem tudom, hogy Melorinak fog-e jutni belőle, mert több szimet hívtam meg, mint amennyi kaja van, de jó, neki is jutott belőle szerencsére, és valamiért úgy döntött, hogy a fürdőszobában fog kajálni. Gondolom azért, mert a nappaliban már nem igazán van hely. Úgy azon gondolkodom, hogy ide vajon elférne egy étkező asztal, és hülyén néz neki, hogyha itt lenne egy étkező asztal. Közben készítsük el a kávát is. Annyira izgalmas az a parti, hogy Liu, vagy nem tudom, hogy hívnak. Lia, nem Liu, na mindegy. Szóval annyira izgalmas a parti, hogy Lia inkább lefeküdt aludni. Kész van a káva, úgyhogy ihatunk egy kicsit. Jaj, Jacques, milyen rendes vagy, hogy elmosogatsz nekünk. Na, kellene egy káva toastot csinálnunk. Mondjuk toastoljunk egyet Jacques-kal, mert ő van itt mellettünk épp. Csinálunk még egy adag kávát, mert megint kiadta feladatnak, hogy ígyunk a vendégekkel kávát. Juhú, meg lett az arany. Jó, innentől kezdve semmit nem kell már csinálni. Azt nézem, hogy mitől van most rosszul. Valamiért tökre rosszul van. Től a kávától nem az kéne, hogy ilyen full relaxált legyen meg minden? És hát igazából elég sokáig elhúzódik ez a káva party. Itt valaki itt hagyta a káváját, úgyhogy azt most megisszuk. Ne menjen kárba, és utána el kéne menni mosdóba is, hogyha mondjuk Jacques leszáll a WC-ről. Nehogy megismétlődjön ugyanaz, ami ott a strandon történt. Megpróbálunk beszélgetni tokisulani nyelven. Hát, ha azóta tanultunk már valamit, és jobban megy. Azt magyarázzátok meg nekem, hogy Lili mi a francot csinál itt kint. Nem tudom, talán a ház falának anyagát ellenőrzi. Nézi, hogy miből készült ez a fura épület, amiben a kolléganője hajlandó volt beköltözni. Na mindegy, én viszont szerintem lefújom a partit, mert hát Mallory lassan kidől, és tulajdonképp hajnal 4 óra van, úgyhogy ideje szerintem mindenkinek hazamennie. Jaj, Leila, menjél már te is haza. El akarok menni mosdóba. Lili úgy döntött, hogy ő nem megy haza. De most már ő is hazamegy, kár pedig beszélgettem volna vele még egy kicsit. Hát ezt a gyönyörű szép mocskot, amit itt hagytak, ezt szerintem majd, ha felébred Mallory, akkor összetakarítjuk. Valaki itt maradt. Ne haragudj, Makoa, de ez az én ágyam. Minden esetre, hogyha befekszik mellé, akkor befekszik. Jó, hát nem igazán zavartatják magukat, mindenki kidőlt a káva dzsúsztól. Kaptunk is egy kis hangulatjelzőt érte, 2 órán keresztül nyugodtak leszünk. Megnézem még gyorsan, hogy mik azok a jutalmak, amiket kaptam. Kaptam egy ilyen kis medálkát, hogy The Eyes of Sulani, nem ér túl sokat, de ki tudtam ide rakni a polcra. Kaptam ugye ezeket a kis gyökereket, kaptam egy ilyen kagyló valamit, meg egy még egy kagyló valamit. Igazából ezek nem annyira izgalmas dolgok, de legalább ki tudtam rakni a könyves polcra. Na, ezeket a gyökereket elrakjuk ide, hát ha valamire jók lesznek. Kávát nem szeretnék ültetni a kertbe. Nem hiszem, hogy Mallory szeretne kertészkedéssel foglalkozni. Majd kitaláljuk, hogy mit tudunk velük csinálni, viszont ennyi lett volna ez az epizód. Örülök, hogy megnéztétek. Hogyha tetszett, akkor mindenképp lájkoljátok, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!